a szezonális időszakokban pedig ennél is többen dolgoznak a földeken. Azt mondhatjuk, hogy 3 év alatt összességében 30 ezer új munkahely létesült az agráriumban. A nemzeti össztermékünk is megérezte a változást. A magyar mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentősége jelentősen meghaladja az Európai Uniós átlagot. 2010-ben 3,5%-kal, 2011-ben pedig már 4,5%-kal járult hozzá a mezőgazdaság a bruttó hazai termék összességéhez. Az ágazat minden idők legjobb export teljesítményét produkálta 2012-ben, amikor a kivitel értéke elérte, kis híján elérte a 8 milliárd eurót. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindez annak is köszönhető, hogy a magyar termékeknek sikerült új piacokat találni. Piacaink bővültek, a keleti nyitás sikeres volt, új belépőként jelent meg India, Indonézia, Irak, Irán, Pakisztán. Az elmúlt években meghatározóan növekedett Magyarország agrárkivitele Japánba, Boszniába, Grúziába és, mint hallhattuk, Oroszországba is. Különösen nagy öröm, hogy a komoly hagyományokra visszatekintő magyar-orosz együttműködés biztatóan alakul, 13. év első 4 hónapjában jelentősen emelkedett a kereskedelem mértéke. Ugyanakkor, tisztelt Hölgyeim és Uraim, fontos lépéseket tettünk abba az irányba is, hogy stabilizálni tudjuk a magyar mezőgazdaság belső piacát. Az országszerte egymás után nyíló termelői piacoknak köszönhetően egyre többen juthatnak hozzá kiváló minőségű magyar termékhez. Ráadások, vásárlásokkal támogatják a magyar vidéket, a mezőgazdasági termelés és a hazai munkahelyeket. Mindenkit arra biztatok, vásároljon magyar élelmiszeripari terméket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindehhez arra is szükség volt, hogy a magyar fogyasztók vásárló erejét növeljük. A rezsicsökkentés például azt a célt is szolgálja, hogy a magyar családok pénztárcájában több pénz maradjon az egészséges, jó minőségű magyar élelmiszerek megvásárlására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Ismerjük a saját fajtánkat. Egy magyar ember, különösen egy magyar gazdag soha az életbe nem fogja azt mondani, hogy jól mennek a dolgok. Mi már csak ilyenek vagyunk. Annyit azonban láthatunk, és ha itt körülnézünk, akkor bátran kijelenthetjük, hogy a magyar mezőgazdaság jobban teljesít, mint korábban, és ígéretes jövő előtt áll. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Miniszterelnökünk, köszönjük szépen, nagyon kedves, fáradjon vissza a színpadra Fazekas Sándor miniszter úrral együtt, az OMÉK díjak átadása következik. A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Magyar Turizmus ZRT Agrármarketing Centrum vezérigazgatósága pályázatot hirdetett a kiállítók között. A beérkezett pályázatokból a minisztérium kategóriánként egy-egy díjat adományoz. Folyamatos és magas színvonalú kutató, fejlesztő tevékenység elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar agrárgazdaság megfeleljen a jövő kihívásainak, igazodjon a nemzetközi törekvésekhez és javuljon a versenyképessége. Ezért hirdettük meg az agrárfejlesztési díjat.